Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a frissen kitüntetett Tolnai Klári életműdíjas, Kossuth Jászai Mari Balázs Béla díjas érdemes művészt. Ezek voltak a nem nagy, mindenki által ismert kitüntetések, de azt hiszem, hogy ha azt mondom, hogy a közönség szeretetével kitüntetett Pásztor Erzsit, akkor azt mondom. Amikor válasz magadnak azt a szétet, aztán majd a főrendező eldönti, hogy oda a legmagasabb szétre vél, légy szíves. Ennek a kis ünnepségnek, kertünnepségnek azt a címet adták, hogy Pásztor Erzsi 60 éve a közönség szolgálatában, de én még azt is mondhatom, hogy Pásztor Erzsi a 60 éves művésznő, mert még annyira sem lesz. Nagy szeretettel köszöntünk, és akkor most a te tiszteletedre a balassagyarmati Daleg lett ünnepi köszöntőjét, egy Áron köszöntőt, és Kodály Zoltán köszöntőjét hallgass meg, és fogad szeretettel. Áldjon meg téged, áldjon az Úr, őrizzen téged, őrizzen Orcáját mennyekből fordítsa le rád, Atyám, könyörüljön rajtam, könyörüljön rajtam, adjon békességet. Áldjon meg téged, áldjon az Úr. Nagyon nagy szeretettel szeretnék gratulálni a díjhoz, azért mindenkinek van ilyen díja, nem? De azért Kossuth díja sok mindenkinek van, de ilyen díjat, ez tényleg a közönség szeretetéből jön. És azt gondolom, hogy ezt azzal a több mint 100 filmmel és tévés produkcióval ki tetszett érdemelni alaposan. Egyik filmhez se csináltam próbafelvételt, ugye, amit most castingnak hívnak úri módon, de lánykori neve az próbafelvétel volt, hogy kihívtak a filmjárba, és akkor többünket meghallgattak. Én nem csináltam se a Veri az ördögbe, András Feri, aki rendezte, azt mondta, van egy nagyon jó forgatókönyvem, elmegyek, fölolvasom, elvállalod? Kivert a víz, még nem tudtam mi az. És aztán eljött hozzánk, anyukám főzött egy jó, már nem tudom milyen levest ettünk, emlékszem, túros csuszával, és akkor ott elolvastuk, és hát ez volt a Veri az ördög. Az Angiverához ugyancsak nem kellett nekem próbafelvételt, hanem Sándor Pál, aki rendezte a filmet, egyszerűen rámosztotta a szerepet, és az egy élő személy volt, ez a Trajan Anna egy újságíró volt, nem tudom, hogy kit látták a filmet, de az egy korrajz is, egy nagyon keserű, nem olyan régen vetítették valahol, és most megnézve végig sírtam azt a filmet, mert annyira megrázott, most értettem meg azt a sok mindent, keserűséget, mindent, amit az előző rendszerben, most is ligabőrös vagyok. Szóval nem dicsekvés, de nem kellett próbafelvétel, és ez olyan teli találat volt, úgy gondolom, hogy úgy pofonvágott, szokták mondani a mi szakmánkban, hogy pofonvágta a szerep. Hát azért volt vele munka, de azért ez nagyon jó volt. Ezért a szerepért meg tetszett kapni a Balázs Béla díjat. Igen, ha jól tudom, igen, ugye igen, az Angiveráért, hát ez tényleg egy fantasztikus film volt, de egy kicsit előre, vagy korábbi időkre visszamenjünk, azért én egy próbafelvételről tudok, szombattól hétfőig. Igen, az volt, az viszont. Akkor végeztem a főiskolát, negyedéves voltam, és apa csinált Mészáros Lőre rendeztem. Igen. És akkor soha nem sikerült. Amilyen filmhez én próbafelvételt csináltam, azt sose kaptam meg azt a szerepet. De ezt megkaptam. És valóban nagyon-nagyon-nagyon édes film volt, és nagyon boldog voltam, mert ezzel a szereppel én már akkor szerződésem volt, az életem első szerződésem szólt Debrecenben, és ezzel a filmmel, amit nyáron forgattunk a főiskola után, tehát kereken 60 évvel ezelőtt, ebből én fölöltözködtem. Egy tavaszi kabátot csináltattam, emlékszem, hogy nem tudom még mit vettem, de azt tudom, hogy a belvárosban csináltattam egy piros, magas sarkú cipőt, és azt hittem, hogy nem létezik szem ember, sose tudtam fölvenni, mert Debrecenben olyan nyomorban éltünk. Nem volt hova menni,
de a cipő gyönyörű volt sokáig. Igen. Ez 59-ben volt, és 3 évvel később, most kapaszkodjanak, mert egy revű filmben kaptam meg a főszerepét. Ez volt a Csudapest. Megint úgy kaptam meg, hogy véletlenül. Mert azért nem volt olyan kegyes hozzám az élet, mint ahogy most kinéz, így visszatekintve, azért sok sírás van mögötte. Az igazság az, hogy a Psota Irén összeveszett valakivel, és elutazott. Ő már megcsinálta a filmhöz a zenei felvételeket. De az Irén kapott egy rohamot, és elutazott valahova. És akkor a rendező megkérdezett engem, hogy elvállalnám-e a főszerepet. Mi az, hogy el, mert se hagytam fejezni a mondatot. Hát elvállaltam. És akkor én forgattam azt a filmet, amit Márkus Lacival. Hát ez egy olyan nagy dolog, vagyis az volt a másik, hogy a Márkus ismert engem a főiskoláról, és szeretett, mert a Lacival nem volt könnyű dolgozni. Bogaras volt, és dínyos volt, szélsőséges volt, hol ilyen hangulata volt, hol olyan, de engem nagyon bírt, és ez volt a Mázlim. És így egy nyáron át végigforgattuk, hát boldog voltam, hát nagy dolog volt az akkor, nagyon-nagyon jó dolog. Egyébként, aki a filmográfiáján végig tekint művészünk, akkor azt látja, hogy mindenkivel dolgozott, a legjelentősebb rendezőkkel, Makkároly, Szabó István, mindenkivel, és majdnem minden műfajban. És azt szeretném kérdezni, hogy 71-ben egy szatírának az egyik főszerepét kaptam meg, a Tolnai Klárival játszott együtt, hogy ennek volt a címe a Reménykedők. Erről milyen? A Reménykedők. Erről mi? A Tolnai Klárit akkor ismertem meg, és akkor hát nagyon nagy tisztelője voltam, hogy hát elmondtam tőle, sokat beszélgettünk, és akkor ő arról mesélt nekem, hogy pontosan arról beszélt, hogy a Dajkát mennyire nem bírta. Hát én nem reagáltam, mert erre nem mondhattam semmit, hanem azt mondta, hogy hisztizik, és ilyen volt, olyan is, hogy nekem előttem van a Dajka Margit, akit láttam gimnazista koromban. Oh. Milyen asszony, ott a Madács kamarába ment, azt hiszem, nem a nagy színházba, ahol a nyílt színe megborotválkozott az egyik jelenet, és a Sturceni volt partner, őrületes, olyan színésznő volt, amilyen csak a mesét, Dulszka asszony elpölt. Hát olyan, és akkor a Klárika elmondta, hogy nem szeret vele dolgozni, mert ilyen, meg olyan, mindennek kell, mint így olyan gondoltam, hogy nem érdekel. Én akkor is imádom. De ott nagyon sokat mesélt aztán arról, hogy milyen a színésznő, amikor öregszik és már az neki nagyon rossz. És akkor én ott magamban gondoltam, hogy most miről beszél ez nekem? Hát fiatal voltam. Ő az anyámat játszotta abban a filmben, egy család voltunk. Emlékszem, a Kálai Feri volt, aki neki udvarolt, nekem a Baras volt a férjem. Egy régi film volt, régi Tamás rendezte, ugye, akit hát nagyon-nagyon szerettem. És akkor a Klárika mesélte ezeket a... És aztán milyen hamar eljött nekem az az idő, és mindig eszembe jut a Klári, hogy mondta, és látom azokat a kolléganőimet, ugye én már 20 éves koromban Pikoknét játszottam, aki 60 éves volt. Nekem nem számított az, hogy én 60-at játszom, vagy 80-at, akármennyi voltam. De hogy milyen mennyit szenvednek azok a színésznők, akik valóban nem tudnak megöregedni, sőt, hát most már úgy tapasztalom, hogy már 20 éves korukban elkezdik magukat izélni, húzatni. És nem értem, azért nem értem, mert egy színésznőnek van egy kora, és abba belép, és aztán tovább megy, és akkor ilyet játszik, és középpont aztán öreged, nem? A felke a nap és az égen ragyog, ne kérdezd, miért én boldog vagyok. Könnyű a lelkem, az egekbe száll, bondos szíve csodára vár. Ne kérdezd tőlem, hisz én sem tudom, miért oly vidám az én kis dalom. Félek, kiderül, ha meggondolom, hogy nincs is rá semmi okom. Mert a boldogság, a boldogság, az állás jó szeret, a boldogság, az érzet, hogy a közönség szeret. A boldogság, a boldogság, az érzet, amíg élsz, amíg élsz, nap sosem fejlődhet. Hajnali felhő egy titkot susog, ne kérdezd, miért én boldog vagyok, vidáman ébred a nyíló világ.
hajnal szaván. Ne kérdezz tőlem, hisz én sem tudom, miért oly vidám az én kis dalom. Élek kiderül, ha meggondolom, hogy nincs is rá semmi okom. Mert a boldogság az állás jó szeret, a boldogság a kézzet, hogy a közönség szeret. Ó, a boldogság az igazi nagy siker, ami élsz, ami élsz, a napsat megfelejtett. És akkor jött az a jelenet, és akkor Erzsike belépett, ott mi olyan, hogy úgy mondjam, hiányos öltözékben az Éves Gálfi Lacival voltunk, és meglátott, és de komolyan egy akkora pofont kaptam, hogy tényleg nekiestem a falnak, és én először is kicsordult a könyv, igen, akkora volt, második meg hát, hogy végtelen röhögőgörcsöt kaptam, tehát hogy én ezt nem hittem el, és különben benne van a filmben, ha meglátják, hogy egy kicsit elfordulok, mert nem tudtam uralkodni magamon, és akkor ez volt, és akkor a kedvencem, hogy kimentünk az előtérbe, és akkor Erzsikének a szövege. Én robotolok, dolgozom, és te nem etetted meg a kecskéket. Szóval a nyulakat, pláne! Na látod, már nem is... Na, nyulakat már ennyire nem, ez kész, na akkor ott végén volt. Szóval ez volt a mi első nagy találkozásom, még akkor én főiskolás voltam. Itt vagyok. Jó, drága Erzsi, hát nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntelek. Az ő 60 éve, te 60 éve? Hát ez gyönyörű, az az én 40-em. Tehát az egyszerűen elképesztő, hogy ennyi évtizede tulajdonképpen benne vagyunk egymás életében. És meg kell mondjam, hogy én nagyon köszönöm a sorsnak, hogy én téged ismerhetlek, és hogy veled ilyen viszonyban lehetek, amilyenben vagyok. És el kell mondanom, hogy az Erzsiről már ugye biztos mindenki elmondta, hogy milyen fantasztikus színésznő és milyen fantasztikus szerepeket játszott, de én azt szeretném ezen felül még kiemelni, hogy az Erzsi egy csoda ember, az Erzsivel jó együtt lenni, az embernek hiányzik, kell, tehát az Erzsivel való találkozás az maga a felüdülés, a boldogság. Én például, ha nagyon sokáig nem találkozunk, föl kell, hogy hívjam, meg kell hallanom ezt a hangot, mert nagyon sokat adsz a jelenléteddel. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy vagy nekünk. És nagyon szeretlek, Erzsi. Szóval az Erzsé nem tudom hány éves és hány éve van a pályán, de hogy mi 100 éve ismerjük egymást. És én most az Erzsének a mai csillogásáról és tündökléséről sokan beszélnek, de én a kezdetekről szeretnék beszélni, mert én annak tanúja voltam, hogy egyrészt volt egy Csudapest című film a tévben, ahol Erzsé tüneményesen táncolt és énekelt, és akkor még nem tudták, hogy ő az Erzsi, és ez nekem megvan, ez az anya. És utána jött a Petőfi Színházát, ami meg egy csoda volt, és van egy közös titkunk Erzsivel, amit csak a személyképpen tudunk, hogy Mándi Iván egyszer azt mondta, hogy Erzsi igazi. Pásztor Erzsi egy igazi. És akkor Erzsi állítólag kérte, hogy akkor ezt hitelesítse. A Sándor Gyuri kérte. Sándor Gyuri egy szalvétára, hogy ezt írja le, hogy ez maradjon meg, ne csak a szó elszálljon. És állítólag akkor ráírta egy szalvétára, és onnantól kezdve Erzsi tényleg igazi, és ezt Mándi hitelesítette. És hát a Petőfi Színház végig, az üvegcipőbe a házmesterné. Én ott töltöttem a gyerekkoromat, úgyhogy én mindent tudok Erzsiről már. Aztán jött egy következő korszak, a Pécsi időszak, ahol megbíztak, hogy... Jaj, elment a levegő. Kicsit elmondja. De felkértek, hogy Tom Sawyer Kalandjai című
zenés mesejátékot rendezzem meg, amiben mindenkiben volt, aki akkor élt Bécse, Vári Éva, Sólyom Kati, Vajda Márta. És én felvetettem, hogy a Pásztor Erzsi nem lehetne benne, mert ő ott a konasztár volt. Mire azt mondta a nógrádi igazgató, hát csak nem fogod a színház sárkányát bevenni egy gyerekdarabba, meg fog ölni. És akkor én ebben maradtunk, és aztán féltem az Erzsitől, mint olyan sokkal mások, és utána eljöttem Bécsről, és onnantól csodálatos alkotó kapcsolat folyamata évtizedek óta, és nem hogy sárkány, hanem Erzsi volt a legsegítőkészebb és a legaktívabb alkotó, tehát filmek sorába, és aztán a Karinthy Színház rengeteg bemutatójába, ami tényleg most már 5 vagy 6, jelenleg is a mögöttünk lévő Nerz Vandába játszik, most már aztán közeledünk a 80. előadáshoz, és hát Erzsi tüneményes, tessék megnézni, mert egy olyan musical. Amerikai musical, tehát Erzsi visszatért a Petőfi Színházi musical korszakához, és hát Erzsi csodálatos, hogy van, és amikor bejön a színházba, akkor kisüt a nap. Én csak egy zárójeles mondatot szeretnék mondani, mert már többször elhangzott, hogy az Erzsitől félnek, és én szerintem azért félnek, mert mindig megmondja az igazat. És ezt mondjuk nem sokan szeretik. Nem, igen, és az egy másik dolog, hogy azért egy csípős humorral történik ez, a nem csak úgy, de mindig megmondja, és nem rejti véka alá. És azért, aki ezt nem bírja elviselni, hát az féljem. Tegyem, hogy mindig megmondja az igazat, de ezt mindig egy csipetni gúnyjal és öniróniával teszi, tehát hogy nem kell megharagudni rá, de amit mond, az komolyan bevenni. De az mellette mindig szeretet is van. Szóval soha nem borombaságból, ha valakit nem szeretek, annak nem mondok semmit. Mert csak olyankor mondom, és azt hiszem, hogy ez lehet, és akik ismernek, tudják is, hogy nem rosszból mondom, de mondom a magamét, és hát valakinek mondani kell, nem? Na most erre csak egy nagyon rövid példát elmondanék, hogy mennyire nem szeretjük azt, hogyha az igazat megmondják. Én az érettségi, akikkel együtt érettségiztem, találkozni szoktunk minden május utolsó vasárnapján, és most nem olyan régen volt ugye ez a találkozónk, már csak 10 voltunk ott. Nagyon örültek nekem, mert régóta nem tudtam részt venni. Hányadik századik volt? Hát 64, ugye, mert ez 60 és 4 a gimnázium, 64 év. És akkor az egyik lány, 83 éves úgy, mint én, azt mondott, hogy jó nekem. Mikor már jó, megebédeltünk, mert délbe jöttünk össze, oda jött hozzám, és azt mondja, Erzsike, nagyon szépen kérlek, ne sértődj meg azon, amit mondok, de könyörögve kérlek, ne menj be többet a tévébe, mert annyira öreg vagy, és annyira látszik. Mondom, te, én színésznő vagyok, tudtad? Hát előtte mondta el, hogy miben látod. Mondom, és tudod, miért megyek? Mert aki Magyarországon, aki ismer engem, az kivétel nélkül mindenki tudja, hogy 83. évenben vagyok, mert akár kérdezik, akár nem, mindig elmondom. Valahogy mindig beleszövöm a mondásomba. Nem sértődök, megmondtam, de azért fizettem és hazamentem. Nekem kellene... Szent Isten őrizt! Mondjál laudáció! Szerintem nekem nem kell Erzsikéről beszélni, hisz az életünk 13 éven keresztül az önök életében is benne volt és jelen volt. Mi a mai napig magázzuk egymást, ez nem jellemző a mi szakmánkra, ilyen tegeződős viszonyban vagyunk, de nem véletlenül maradt meg ez a magázódás. Ennek néha, hogyha valaki kívülről hallgatott bennünket beszélni, azt hitte, hogy utáljuk egymást, de például találkoztunk a színházban, akkor ez volt Erzsiket első mondat, hogy maga mit keresi? Nagyon meg voltam 60, meg kell mondjam őszintén, amikor Balla István fölhívott, hogy ezen az ünnepségen
részt vegyek, és nagyon, nagyon boldog voltam, hogy, hogy itt lehetek, és együtt örülhetek ennek a fantasztikus díjnak. Egy szót még az őszinteségről. Az Arzénes Levendula című darabot próbáltuk a Kanati Színában, ahol Margita Jágival, azt hiszem, hogy osztálytársak is. Nem, ő egy évvel előtt. De szóval együtt végeztetek, és életetekben először játszottatok, azt mondtátok, együtt, felnőttként. Felnőttként. És hát állati büszke voltam, próbáltuk egyben, és hát készült a díszlet, és akkor a főpróba, lement a főpróba, még házi, és akkor Ezsik félre hívott, és azt mondta, hogy és Marcikám, mikor lesz díszlet? Mondom, Ezsik, én mit kap díszlet? Látok, milyen szép. Na jó, de mikor lesz befejező a díszlet? Hát mondom, készülünk, igyekszünk. Na de mégis milyen bútorok lesznek? Hát ez egy elegáns lakás. Úgyhogy addig beszélt Ezsik, amíg kénytelenek voltunk egy kredencet venni, karosszékeket, függönyöket az ablakra. Úgyhogy egy egész jó kis díszletet. De Ezsik megmondta magáét, nem mint színész ültött, hanem aki figyeltek, hogy mi zajlik körül. Úgyhogy ilyen szempontból is alkotótárs és szóképpen. Morral mindent el lehet mondani egyébként, azt gondolom, tehát becsomagolva minden elmondható. Úgyhogy ez tényleg, ezt csak gratulálni tudok, hogyha valakinek ilyen képességei vannak. Azt szeretném kérdezni, minden színésznek vannak szerepálmai, de vajon milyen szerepre vágynak a itt jelenlévő művészek és művésznők úgy, hogy Erzsikével együtt lépenek színpadra? Ez nagyon jó pillanat, mert két igazgató is van itt, úgyhogy a legjobb pillanat, a legjobb helyzet. Úgyhogy azért én most ezt nem tudom, de azért továbbadom a szót, majd gondolkodom. Mi már megvoltunk egymásnak, úgyhogy nagyon készültem mára, és szerettem volna Walter von der Vogelweide dalát elénekelni a Nürnbergi mesterdarnokokból Erzsi tiszteletére, de aztán olyan rövid volt a felkészülés idő, hogy nem mertem vállalni, ismerve az ő szarkasztikus humorát, úgyhogy gondoltam, hogy elég lesz, ha szóban megidézem a sok-sok évtizedes kapcsolatunk. Hát én nekem már nincsen ilyen igényem, mert nem is mernék mondani olyasmit, hogy erre vagy arra vágynék. Ha jön valami, akkor örömmel fogadom, de nem valószínű. De évekkel ezelőtt volt nekem egy Hogy volt műsorom, abban is ott voltak mind a ketten ők, és akkor azt mondtam a Marcinak, hogy már nekem nem sok időm van, most gondolkozz azon, hogy valamit még játszak, mert aztán vége a dalnak. És akkor jött ez a... Sőt, előtte a Molnár Ferenc olimpia, hát, ami Erzsének egy olyan jutalomjáték volt, és olyan csoda. Pedig tulajdonképpen azt mondta Erzsé, hogy ő már ebből egy kicsit kilőtt, már ő nem mama, nem nagymama, de olyan volt, mint mama, és olyan volt, mint anyatigris, és mint hatalmas szerep volt, és nagyon esély. És aztán jött ez a nerc. Úgyhogy nem szólhatok egy szót sem, mert rápirítottam, ahogy ezt a díjat kiverekedtem magam. Úgy ezt a Hát én erre nem tudok válaszolni. Nekem sose volt szerepálmom. Vagy legalábbis volt, biztos mélyen belül, de azt megtartottam magamnak, álomnak. Valahogy mindig féltem kimondani, hogy mindig arra vártam, hogy bennem lássák meg az igazgatók a lehetőséget, vagy azt a szerepet. Úgyhogy itt vagyunk. Na, jó. Óze anyu eset. Nem, mert most itt ugye Enikő, én, akkor Erzsike persze természetesen első soron, és hát van egy... Férfi szerepre is alkalmas vagy, van egy picit. Mert, bocsánat, hogy ezt mondom, édes drága, jártam a Vidám kísértetet a játékszínben. Nem tudom, megy-e még vagy se, de mondjuk ez mindegy, hát van olyan, hogy ez... És te azt már tudod, érted, mert tanulnod se kell. És akkor abban van két feleség, van egy fény, itt van a darab, már is mehetünk. Marci megrendezi, Karcsia játsza a pasit, mi ketten a nőt, Erzsika. Még kell még egy? És én láttam azt a előadást, és hát Erzsi valami olyan energiabomba volt abban a darabban, emlékszem. És olyan modern, tehát egy ilyen fantáziában élő jóstű, vagy mi, ugye? Igen, egy őrült jóstű. Hát valami frenetikus volt, szóval nem néztem volna ki, hogy
ennyit mozog és szalad és repül. Igen, szóval a földre leföl. Minden, igen. Fölpont. Úgyhogy ez szerintem folyamatosan kéne játszani. Bringával jött. Én folyamatosan játszanék a direktor. Például tavaly ilyenkor én Angyalföld díszpolgára lettem. És ott a közönség megkérdezte tőlem, hogy ha én mondtam, hogy imádom a 13. kerületet, ahol lakom, mert ott kaptam a... És hogy miért nem játszom én? Mondom, tessenek szíves lenni a Nemcsák művészt megkérdezni, mert ő a direktor. Hogy miért nem játszom én a 13. kerületieknek? De aztán elmondtam, hogy azért, mert minden színháznak megvannak a maguk öregasszonyai, akik ott öregedtek meg, és hát nyilvánvaló, hogy azokat kell foglalkoztatni, hát ő nem fog engem onnan, ide, onnan, oda. Nem azért, mert nem akar, hanem mert nem tud. Megölik a többiek. Mert megölik a többiek, akik ott nőttek föl abban a színházban, hát ez nyilvánvaló. Úgyhogy nem lehet pályázni máshova. A Marci meg önálló független, mert ő egy magánszínház, és mint szavam nem lehet, mert mindig megkaptam a magam gyönyörű feladatát. Hát most meg már mit akarok, tényleg? És meg is fogod, Erzsébként, te még nem tudod, hogy mit készül. Azért a József Attila Színház színpadán is fellépett Erzsike az én igazgatásom alatt. De igazából én azt gondolom, nem is ez a lényege. Nem csak az igazgatása alatt léptem, hanem amikor a Marcihoz készültem erre a musicalre, akkor nagyon nehéz volt, ilyen meleg nyár volt, és nekem oda be kellett volna menni gyakorolni. És mondom, itt lakom a József Attila Színházzal szembe. Az nekem gyalog 6 perc, ha sokat mondok. És mondom, milyen jó lenne, ha én itt tudnék gyakorolni. Nyáron, amikor nyári szünet van, bementem, és mondom, Karcsi, nagyon nagy kérésem lenne, szeretnék itt a maga zongoráján egy kicsit elklimpírozgatni, hogy lehetne róla szó? Hát ezt mondja, lehet, de jelentkezzen be a titkárságon. Mert ugye, hát mégiscsak ő a direktor, és hát már nehogy már azt mondja, hogy persze, Erzsikém, lehet. Hát bejelentkeztem, nagy dolog. És akkor... Ő volt zongorázó. Igazik ellen magára, nehogy elmondja. És akkor ott az asztalos munka megállt, addig még én egy kicsit énekeltem. És akkor... mentünk tovább, úgyhogy tulajdonképpen nála készültem föl zeneileg az egészre, mert nagyon jó volt. Utólag is köszönöm. A Mari oda jött, ott zongorázott. Igen. Ő is örült. Hát eleget megkészítettem. Hát azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, igen. Van lenne kérdés. De igen, van-e a közönségből valakinek kérdése? Nem, csak hogyha akarnának valamit, akkor válaszolhatnak. Amíg valamit nem tudnak. Igen. De már mindent elmondtam, mert én nem erősebb vagyok, és mindig beszélek. És ez egy olyan jó hely, egy ilyen szakrális hely, nem? Tényleg, ahol nem színház van, de nagyon szeretik a színházat, és színházról igen. Van szó. Egy sztorit meséljen el, jó? Mesélj el, amikor a lányával állt csorba. Haj, nem, hát ott már százszor előtt. A szomszédokból, ugye? Hát mindig a szomszédokból idéznek. Most is felhívtak, nem is tudom valamire, hogy menjek. Mondta, menjen a Nemcsák. Azt mondja, hát ő jön. Mert mindig a Nemcsák meg én. Ha a szomszédokról van szó, mi menjünk meg. Ja, mert a mentősökhöz csináltunk egy ilyen kis filmet, hogy ugye a mentősök nem tudnak bekanyarodni a ezekben a panelházakban a liftnél, mert nem férnek el. És akkor ő is föllépett ott, én is fölléptem, akkor utána jött a rendőrség. Hogy a rendőrség is csinálna egy ilyen filmet. Hát ki csinálja? Hát a Nemcsák meg én. Hát persze, oda is elmentünk. Akkor jött a szomorú hír, ugye, hogy meghalt a Horváth Ádám, aki rendezte. Hát mondtam, nem, elég volt. Nem mondta, ja, mondta, hogy Nemcsák beszélt már. Azt mondták, hogy ő beszélt akkor, amikor beteg lett, az nem olyan régen volt, most nem beszél. Hát mondom, én sem beszélek, mert én meg azért nem akartam beszélni erről, mert nem szerettem azt, hogy a Horváth Ádámot úgy emlegetik, mint a Szomszédok rendezőit, mert a Horváth Ádámnak a Szomszédok egy figyfirigy volt ahhoz képest, amit ő rendezett. Operákat, operafilmeket, történelmi darabokat, csodákat rendezett, és egy nagy rendező vagy. És akkor mondom, nem beszélek, és egyáltalán én már olyan öreg vagyok, hogy én már halálról nem fogok beszélni.
Hát eljöttek a lakásomra, úgyhogy aztán mégiscsak beszéltem. De hát kiderült, hogy mi ketten megyünk mindig mi vagyunk előre. Ezért te mondjál annyira. Azt mondja, én, nagyon régen volt ez, még akkor csináltuk a szomszédokat. Amikor mentünk, a lányom nem Magyarországon él, és mentünk vásárolni, és Balatonfüreden bementünk az üzletbe, és odaérünk a pénztárhoz, lányom karján a kosár, és olyan jó kedvünk volt, és azt mondja, a pénztárosnő rám néz, maga lopta el a gyűrűt. Hát hirtelen nem is tudtam, miről beszél. Mert én csak annyit tudtam erről az egészről, amennyi nekem megvolt. Hát mondom, én nem tudom. Tényleg, elloptam? Hogyha? A lányom olyan sápat leengedte a kosarat, és úgy állt ott, mint egy tolvajnak a lánya. És akkor kijöttünk, a világ életében utálta a szakmámat, hát akkor nagyon. És aztán megkérdeztem, hogy gyerekek, hát ki lopta el azt a rohadt gyűrűt? Hát kiderült, hogy én. Hát én ezt nem tudtam. Én nem tudtam. Ezek eljöttek hozzám, ezek a... kik azok, akik mindig felvételt csinálnak. Örökké, hogy Jankával nyúznak, hogy eljönnének az én lakásomba. És a hírek, ahogy jönnek be, nekem mondják a friss híreket, és én, mint Janka, válaszoljak az én otthoni fotelomhoz. Hát mondom, ne haragudjam, most itt van, egy órát akartak nálam lenni. Mondom, én nem, 10 percet adok, mondom, jöjjenek el 10 percet, eljöttek, azt mondja, veszik, ugye, fiatalok ezek. Azt mondja, hát a miniszterelnök úr ellátogatott egy nyugdíjas asszonyhoz, aki, nem tudom én, jó, virággal köszöntött a nyugdíjas asszonyt. Erre én, mint Janka, mondom. Hát hozzám is eljöhetett volna. Én még konyakkal is megkínáltam volna, hamarabb volna tegnapról. Ilyeneket voltam, és hát ezek körjöttek, a lányom meg, éppen itt volt a lányom a másik szobában, azt mondta, Istenem, mi folyik? Nem értett, és most megint itt volt 2 hétig, és fölhívtak, hogy a Mokkába menjek be, mondom, nehogy megyek, itt van a gyerekem, minden percet fel akarok tölteni. Jaj, de jó, jöjjön, ő is! Így csináltam, nem jön. De most mondom, ennyivel tartozol nekem. Becibáltam. Hát aki ímmel ámmal jött, 2 mondatot ő is mondott, és azt befejeztem. Mindig a szomszédok, mert a szomszédok. Ja, még egyet elmondom. Igen. Ez az utolsó, és aztán nem. Ezzel a kapcsolatban, hogy én díszpolgár lettem tavaly, meghívtak karácsonykor a Ramba, az egy kultúrközpont ott a 13. kerületben, és az Experience előadását kaptuk ajándékba. Soha még nem láttam őket, elmentem megnézni. És ott nagy fogadás van, ugye a szünetben fogadás van, és a vonal az asztal. És akkor ital is van, ott már a szünetben lehetett inni, keresztlányommal voltam, és ittunk egy szódát. Majd a 2 lány, aki ott az ital körül legyeskedett, megkértek, hogy fotót szeretnének velem, csak gyertek, mondom, gyertek. Hát olyan 20 év körüliek voltak. És akkor lefotóztuk egy külön, majd odahajol hozzám az egyik lány, és azt mondja, és a szünetben majd tessék oda jönni, mert van fehér bor, vörös bor és rozé. Én is röntem, de a keresztlányom annyira röntem, azt mondja, csak hívjátok, mert ez nem iszik semmit. Az, hogy én vagyok az ország alkoholistája, ezt a Jankának És akkor most Erzsike fogad szeretettel a szandai dalos menyecskék köszöntőjét. Jöhetnek a menyecskék. Jaj, hát ennyi! Lenne, hogyha lenne,
fehér kötőn, fehér delinkendőmöt.